spirális szartra vettem. Ó, az nem az szartam. Ismerik iskolákat. Széchenyi. Értem. De mindjárt megismered az új osztálytársaidat. Remélem, hogy most befogadóval kezdtek, és itt most is. Menjünk be. Azt szeretném nektek mondani, hogy egy új diák jött az osztályban, és most az kis virágot, egy kis szarokra jöttem. Valóban helyet. Elviszlek a helyet. Mert ők nem gyakoroltak a témazáróra, ti meg addig folytassátok a múlt órait. És ameddig dolgoztok, én addig felírom a lényeket a napóra. És miért meg, az oldalait, meg a magasságát is, meg miért meg. Igen, a Gyani már szerintem. Boldog voltam? Igen. Oldalait is miért meg? Két is miért meg. Oké. Számosra kerülhet itt. Ez ki tudod? Fényeljában. Oké, akkor próbáljuk meg. Milyen volt a régi iskola? Hát jó volt, csak túl sok volt arra az gyerek. És az osztály mi volt? Ők nagyon jók voltak. Hobbit van? Hát a rovagás, meg a rövészkedés. Csengette szerintem menjünk be. A mai órára azt terveztem, hogy a többiek folytatják a múlt órai anyagot, ők pedig csoportmunkát kapnak. Nyissátok ki a tankönyvet a 102. oldalon, és adjátok meg ott a 22-eset. Sára, te érted? Igen, majd mindjárt megoldjuk. Jogi, én is segítek. Ja, meg én is. Jobban érted, nagyon láttam, hogy nagyon egy kicsit szépülök. Akkor hozok valamit, ami segít. Szia, Virág, már te hogy segítek? Találkoztam anyukázzal, amikor jöttem hozzá az iskolában, és mondta, hogy még itt vegye rendelőbe. Elhoztam meg a házi feladatot. Köszönöm. Képzel, beegyésettem a tebb dolgozatom. Ú, az nem jó. Hát nem. Majd van -e szeretné venni évvégekor? Hát minimum egy hármas.
iskolából láttam Patrikot és Brigit beszélgetni, és sétáltuk együtt. Tényleg? Szerinted tetszik neki? Nem tudom, de szerintem várjunk különbözően is egy csomóan mindenki fog derülni. Rendben. Szia, Virág! Szia, Patrik! Lába, mi a szóval? Látom rá, hogy mondja nyugodtan. Neked tetszik Brigit? Nem. Csak anyunknak egyik munkatársának az ismerőse. Félemények. Nem. Virág, ő esténként szeretnél velem futni? És közben beszélgethetünk. Igen, megkérdezem a kukámat. Rendben. Szia, Virág! Szia! Szóval megbeszéltem Patrikkal, hogy esténként elmegyünk együtt kocogni, elenged? Igen, de azzal a feltétele, hogyha sötétedéssel hazaérsz, és nem csináltak hülyeséget. Rendben, akkor most is mehetek már bárkit lakni. Gyerünk, vigyázzatok magatokra! Rendben, köszönöm! Sziasztok! Szia!